Kegyelem, irgalmasság és békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Atyának fiától, igazsággal és szeretettel. Amen. Kedves testvérek, ezen a mai vasárnapon jöjjetek és magasztaljuk a mi Urunkat. A 398. dicséretnek mind az öt versét énekeljük. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt. A 398. énekünket énekeljük. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt. Úr lesz a messze tengerig, hol a hold nem focs, nem telik. Ő neki mondjunk bőimát, díszítsük azzal homlokát. Jó illat légyen szent neve, minden napon dicsérete. Országok, népek és nyelvek, ő dicsőségét zengítek. Gyermekek hangja hirdesse, áldott a Jézus szent neve. Ő királyság, a bő áldás, ott van a felszabadulás. Fáradtak ott meg, nyugszanak, ínségesek megáldatnak. Minden teremtés dicsérje a király Krisztust tisztelje. Angyali ének zengjen fenn, s minden föld mondja rá ámen. Istennek népe, szent gyülekezet, kedves testvérek, hallgassátok meg Istenünk szent igéjét, amelyet a Biblia olvasó kalauza mai napra ajánl. Az Ószövetségből olvasom Józsué könyve 22. fejezetének első 6 verséből. Tehát Józsué könyve 22. fejezetének első 6 verséből olvasom az igét. Akkor összehívatta Józsué a rúbenieket, gádiakat és manassé törzse felét, és ezt mondta nekik. Megőriztétek mindazt, amit Mózes, az Úr szolgája parancsolt nektek, és hallgattatok a szavamra pontosan úgy, ahogyan megparancsoltam nekik. Nem hagytátok el testvéreiteket hosszú időn át, mind a mai napig, hanem hűségesen megtartottátok Isteneteknek, az Úrnak parancsát. Most már nyugalmat adott Istenetek az Úr testvéreiteknek, ahogyan megígérte nekik. Azért most menjetek vissza sátraitokba arra a földre, amelyet nektek adott birtokul Mózes, az Úr szolgája a Jordánon túl. Csak nagyon vigyázzatok arra, hogy megtartsátok azt a parancsot és törvényt, amelyet Mózes, az Úr szolgája parancsolt nektek. Szeressétek Isteneteket, az Urat, és mindenben az ő útjain járjatok, tartsátok meg parancsolatait, ragaszkodjatok hozzá, és szolgáljátok teljes szívvel és teljes lélekkel. Azután megáldotta és elbocsátotta őket Józsué,
ők pedig elmentek sátraikba. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Jöjjetek, imádjuk őt, magunkat megalázva imádkozzunk hozzá eképpen. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem az élő Isten után, mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened. Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához, hangos újongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggedsz el lelkem, miért háborogsz bennem, bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Istenem, elcsügged a lelkem, azért te rád gondolok, a Jordán földjéről és a Hermonról, a Micár hegyéről. Örvény, örvénynek kiált zuhatagjait hangjában, minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr, imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istenemnek, kőszálamnak, miért feledkeztél el rólam, miért kell gyászban járnom, miért gyötör az ellenség, mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened. Miért csüggedsz el lelkem, miért háborogsz bennem, bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Amen. Kedves testvérek, jöjjetek, készüljünk Isten igéjének a meghallgatására, az ige hirdetés meghallására, és a 469. dicséretünket énekeljük, a 469. éneknek mindegyik versét, Jézus nyájos és szelíd, láss meg engemet. Jézus nyájos és szelíd, láss meg engemet, hallgassod meg, hű megváltó gyermekedet, bűnöm láncát oldja fel, kegyelmet sohít. Tiszta szívet, vonj magadhoz, Jézusom, hogy járjak veled. Vezess engem utadon, magad légy az út, melyen lelkem a halálból életre jut. És szelíd, láss meg engemet, el ne enged, hű megváltom már kezemet. Istennek népe, szent gyülekezet, kedves testvérek, hallgassátok meg Istenünk szent igéjét, amint írva található a Lukács evangéliumában. A Lukács evangélium a 24. fejezetéből olvasom az igét, a 13. verstől a 35. versig.
Tehát a Lukács evangélium a 24. fejezetének 13. versétől a 35. versig eképpen hangzik Istenünk igéje. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk, miről beszélgettek egymással út közben. Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik név szerint Kleopás, és ezt mondta neki, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt, kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki, az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt, hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk lévők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk, ó ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek, ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak, nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, engedjétek meg nekem, hogy még mindig a húsvéti ünnepkörnél maradjak. Ezt az igét kaptam erre a mai alkalomra, erre a mai vasárnapra, az emmausi tanítványoknak a történetét. Róluk szeretnék szólni az emmausi tanítványok tapasztalatáról. Mi is történik valójában ez a két tanítvány, akit megnevez Lukács evangélista, a nagy páska ünnepről hazafelé igyekeznek Jeruzsálemből Emmausba, ahol laknak. Ez az útszakasz
körülbelül 12 kilométer lehetett, és ezt az utat gyalog tették meg, gyalog indultak el. Ez a két tanítvány a Szentírás szerint, az egyiknek a nevét legalábbis tudjuk, Kleopás, de a hagyomány azt is tudni véli, hogy Kleopás és az ő fia Simon lehettek ezek a tanítványok, tehát apa és fia, akik elmennek a jeruzsálemi ünnepről hazafelé, elindulnak, és útközben apa és fia, tehát Kleopás és Simon beszélgetnek, vitatkoznak. Azt is tudjuk talán, hogy ez a Kleopás, ez tulajdonképpen, ha nem is vér szerinti, de rokona Jézusnak, ugyanis feltehetően Jézus apjának, Józsefnek a testvére lehetett. Beszélgetnek, vitatkoznak, hát volt idő a hosszú úton, hogy kitöltsék ezt a hosszú utat, tehát beszélgettek egymással, vitatkoztak egymással. Megtudjuk beszélgetésüknek a tartalmát is, és pedig a beszélgetésnek a tartalma a Krisztus esemény, a Krisztus ügy. Arról beszélgetnek, hogy mi is történt Jézussal. Az elfogatás, a gonoszok kezére adása, aztán a kínszenvedése és a halála, ezekről beszélgettek, tehát Krisztusról szólt a beszélgetés. Olyan megható és olyan döbbenetes, hogy apa és fia, akik gyakorlatilag bármiről beszélgethettek volna egymással, mégis Krisztusról beszélgettek. Figyelem, kedves édesapák, kedves szülők, milyen nagy lehetőség van arra, hogy mi beszélgessünk gyermekeinkről, gyermekeinkkel a Krisztus ügyről, Krisztusról magáról, hiszen Kleopás és Simon, az apa és a fiú erről beszélgetnek. Kedves testvérek, a Krisztus eseményt elemzik, ami megesett az Úr Jézus Krisztussal, a halálos ítéletről és a kivégzésnek a részleteiről. És tulajdonképpen azt kell látni, hogy nagyon szomorúan, nagyon lehangoltan, nagyon kedvetlenül mennek az úton, nem tudnak úrrá lenni ezen a szomorú eseményen, elveszett az Úr Krisztus. A bibliai szóhasználat szerint a görög eredeti szövegben nem csak azt jelenti a beszélgetni, vitatkozni szó, amit tulajdonképpen már elmondtam, hanem azt is jelenti, hogy lázasan keresik ennek az egésznek az értelmét. Sokkal mélyebbre jutunk, ha ezt látjuk. Nem csak az eseményeket elemzik, hanem szeretnék megtudni, hogy mi végre történt ez. Mi ennek az üzenete, mi ennek az értelme, hogy Jézust megfeszítették, hogy Jézus meghalt. Nem ejtették el az ügyet, nem legyintettek rá, nem mondták azt, hogy tulajdonképpen, noha mindennek vége van, de minket már ez nem érdekel, tovább folytatjuk az életünket, vagy újat kezdünk, hanem ez foglalkoztatja őket, a szent ügy, Krisztusnak a halála. És miközben ezen gondolkodnak és erről beszélgetnek, hát milyen különös dolog történik, hogy Isten nem hagyja az embert a maga vívódásaiban egyedül, nem hagyja tanács nélkül, nem hagyja segítség nélkül, egyszer csak Jézus melléjük szegődik. Egyszer csak ott találnak maguk mellett egy idegent. Együtt megy velük az úton. Mennyire elszakadt az ember a másik embertől, hogyha valaki útra kell, akkor szeret egyedül utazni, vagy ha valaki bemegy egy helyre, és ott ülnek asztalnál emberek, akkor olyan asztalhoz szeret ülni, ahol senki nincs. Hát Jézus veszi a bátorságot, oda megy ezekhez a férfiakhoz azért, hogy együtt tegyék meg az utat egészen Emmausig.
nem tudják, hogy ki ő, nem ismerik fel Jézust. Kedves testvérek, a hozzájuk csatlakozásnak az üzenete nagyon mélységes. Isten nem hagyja magára az embert. Isten nem hagyja magára az embert, az ő szolgáit, az ő tanítványait, hiszen apa és fiú Jézus tanítványai voltak, akkor is, hogyha nem szorosan a 12-höz, a 12-es körhöz tartoztak. Tehát ez a csatlakozásnak az üzenete, hogy őket foglalkoztatja az ügy, Krisztusról beszélgetnek, és egyszer csak melléjük áll, nem hagyja az Isten magára az embert a maga zarándok útján. Testvéreim, erről van szó, és tulajdonképpen, hogyha ezt a zarándok utat az életünk eseményeiként értelmezzük, akkor arról kell beszélni, hogy az Isten nem hagy magunkra minket életünk folyamán. Elindulunk egy életúton, annak különféle állomásai vannak, és az Úr mellénk szegődik, az Úr elénk áll, mellénk áll, és velünk vándorol életünk útján. Az ószövetségi korszakban azt vallották Isten népének fiai, hogy az Isten közöttük sátorozik. Ez volt a markáns tapasztalatuk, hogy az Isten sátrat ver közöttük, velük megy, és ha ők valahol megállnak, akkor az Isten is megáll, hogyha elindulnak, akkor ő is megy velük tovább. Tehát az Úristen adja a maga segítségét, a maga jelenlétét, a maga tanácsát, a maga erejét a vándorló népnek, az Isten gyermekének. Ha a 121. Zsoltárt nézzük, akkor pontosan erről van szó. Szó szerint erről tanúskodik a Zsoltár író, segítségem az Úrtól jön. Zarándokol, elindul a Zsoltár író a szent hely felé, a templom felé, és azt mondja, hogy ezen a hosszú úton, amelyen bármi történhet az emberrel, megtámadhatják, kifoszthatják, bármi megeshet, ezen a hosszú úton oda és vissza segítségem az Úrtól jön. De hát nem csak a szentélyig való eljutásban, hanem életünk minden eseményében tőle jön a segítség. És a Zsoltár, a 121. Zsoltár tovább folytatja, segítségem az Úrtól jön, és megőriz az Úr jártodban, keltedben. Tehát szó szerint igaz, erre a két tanítványra, Kleopásra és a fiára ez az isteni ígéret, hogy mellettetek leszek, veletek leszek a zarándok úton, a földi életben. Kedves testvérek, arról is szólni kell, hogy segítségre szorulnak. Olyan nagy az értetlenségük, olyan nagy a tudatlanságuk, olyan nagy a bánatuk, a csüggedésük, az elkeseredésük, hogy maguktól nem tudnak ebből kilábolni. Maguktól nem tudnak felállni, maguktól nem tudják helyére tenni az eseményeket. Maguktól soha meg nem értenék, hogy mi is történt, hogy mi annak az értelme, hogy Jézus meghalt ezért a világért. Nem maradhatnak szomorúságban, ez is milyen isteni magatartásra utal, melléjük szegődik az úton, mert Jézus nem akarja, hogy megmaradjanak ebben az életérzésben, nem akarja őket a szomorúságban meghagyni. Kedves testvérek, mi is tudnánk arról beszélni, én magam is és ti is mindnyájan, hogy életünkben hányszor és hányszor kerültünk mélypontra, hányszor csüggettünk el, hányszor szomorkodtunk, és egyszer csak kiderült, egyszer csak felragyogott a fényesség, egyszer csak másként kezdtük látni a dolgainkat, az életünk helyzetét. Igen, sokszor átéltük azt, hogy az Úr mellénk állt, megsegített, és jártunkban, keltünkben megtámogatott. Kaptuk és kaphatjuk újra a segítséget, ahogy Kleopás és fia ebben a vívódásban, a hazafelé tartó úton, ahogyan megtapasztalták Jézusnak a
a segítségét és a támogatását. Miről beszélgettek? Tulajdonképpen már volt szó róla Jézus szenvedéséről, haláláról, a nagypénteki drámáról. És így csapódott le bennük az érzés, így fogalmazták meg ezt az egész mindent, amelyet átéltek, hogy pedig mi azt hittük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Így múlt időben pedig mi azt hittük. És ide lehet egy pontot tenni. Ez volt az elképzelésünk, ez volt a váradalmunk, nem csak nekünk, egész Izraelnek, Isten népének, és íme most azt kell látnunk, hogy ebből semmi nem lesz. Azt kell látnunk, hogy nem váltotta meg Isten az ő népét, hiába halt meg, ez valamiféle vereség és veszteség, elmaradt a megváltás és a szabadítás. Pedig mi azt hittük, hogy ő fogja megváltani Izrael. Csalódottak vagyunk, kiábrándultak vagyunk, mi nem erre számítottunk, mi többet vártunk, és hozzá is teszik, hogy azért reménytelen a helyzet, mert már harmadik napja, hogy ez történt, tehát ebből már semmi nem lehet, és ez a harmadik nap, ennek az említése azért fontos, testvérek, mert a zsidó gondolkodás szerint a lélek három napon belül visszatérhet a holttestbe, és újra megeleveníteti azt. Ez volt a váradalom, és ők ezt is megfogalmazzák, pedig már három napja ennek, harmadik napja ennek, tehát igazából semmilyen reménységünk nincs. Milyen hatalmas volt az a tragikus látás, amely ráült a szívükre, amely meghatározta a gondolataikat, meghatározta az érzésüket. Kedves testvérek, még az asszonyokról is beszélni kezdenek. Elmondják, hogy azok is döbbenetet okoztak, mert ott voltak a sírnál, de nem találtak ott senkit. Valamiféle angyalok is üzentek, és valami angyalok is jelentek ott meg, és azt mondták, hogy Jézus él, de hát tulajdonképpen hol van ennek a tapasztalata, hol van ennek a bizonyítéka, mi tulajdonképpen nem láttunk ebből semmit. És ezzel az érzéssel folytatják az ő útjukat. És ekkor megszólalt Jézus, ó ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Ó ti balgák, Jézus elég határozottan kritizálja meg ezt a két tanítványt, Kleopást és az ő fiát. Ilyen kemény szavakkal illeti őket, hiszen milyen sokszor kaptak tanítást a tanítványok Jézus haláláról, Jézus feltámadásáról, sokszor beszélt ő maga is ezekről, nem csak a proféták által tudhattak erről a múltból, hanem amikor Jézus közöttük volt, akkor is beszélt az ő haláláról és feltámadásáról, de ők nem értették. Hiába volt a tanítás, hiába volt a sok óra, amelyet közöttük eltöltött, azért, hogy emelje őket, azért, hogy látásukat kiszélesítse, azért, hogy felvilágosítsa őket azokról az eseményekről, amelyeknek jönniük kell. Jézus így fakad ki, ilyen kemény szavakkal illeti őket, ó ti balgák, milyen rest a ti szívetek. Igen, ilyen az ember, rest a mi szívünk. Sokszor hallunk nagyszerű dolgokat, sokszor hallunk értékes igehirdetéseket, isteni gondolatokat, de bizony rest a mi szívünk. Rest a mi szívünk arra, hogy előbbre jussunk, hogy örömöt kapjunk, hogy megvidámodjunk, megmaradunk abban a helyzetben, amelyben vagyunk, a szomorúságban, és körbe-körbe járunk anélkül, hogy ki tudnánk törni ebből az ördögi körből. Jézus tulajdonképpen ott is hagyhatná őket. Ezzel a megállapítással, hogy ó ti balgák, mehetne másfelé, elválhatna tőlük,
Nem kellene, hogy foglalkozzon ezzel a két tanítvánnyal, ha nem értitek, hát nem értitek. Ha rest a szívetek, hát maradjon rest. De testvéreim, és ez is az evangéliumnak az üzenete, neki fontos ez a két ember, neki nagyon fontos ez a két ember. Nyilvánvalóan arról kell szólni, hogy azért csatlakozott hozzájuk, mert tudta, hogy milyen hatalmas bánatot hordoznak. Azért csatlakozott hozzájuk, mert ismerte az ő érzéseiket, tudta, hogy mivel foglalkoznak, tudta, hogy így meghagyni ezt a két embert nem lehet, az maga a pusztulás, maga a halál, az élettelenség, ezért hát nem mond le róluk, mint jó pásztor, hanem ott marad velük, megy tovább velük az úton, és elkezdi őket tanítani. Ezt olvastam, hogy Mózestől és a prófétáktól elkezdve mindazt feltárta előttük, amelyet az írás elmond róla, az ő haláláról, az ő feltámadásáról. Milyen hatalmas isteni türelmesség ez, ha százszor elmondtuk és nem értettétek, akkor elmondjuk ezerszer ugyanazt. Valaki azt mondta, hogy nem kell mindig újat mondani, hanem sokszor ugyanazt újra kell mondani. Jézusnak a tanításában is ez van. Sokszor a régit kell újra mondani, mert az ember rest és balga, elfelejti azt, kimegy a szívéből, az elméjéből, a gondolataiból, ezért hát Jézus hatalmas energiával kezdi el magyarázni a dolgokat, nagy-nagy türelmességgel, alázattal az ő haláláról, a Krisztus eseménynek a részleteiről. Kedves testvérek, meg kell érteni azt is, hogy akkor fogjuk megérteni az írást, ha valaki magyarázza azt. Én magam is úgy értettem meg, én magam is úgy értem meg, ha nem is csak pusztán emberek magyarázata által, de a Szentlélek Úristen segítségét hívva értjük meg mi lelkipásztorok, és másoknak a magyarázatai által, hogy mit is akar mondani nekünk Isten igéje. Meg kell értenünk, hogy magyarázat által van ige értés, hallás és a magyarázat meghallgatása által nincs más mód, mert a Szentlélek Isten a legegyszerűbb ige hirdetést is élővé tudja tenni, a legegyszerűbb magyarázatot is el tudja juttatni a fülekig és a szívekig. A legegyszerűbb magyarázatot is felhasználja az Isten lelke az ember javára és az ember hasznára. A prédikálás által születik meg a megértés. Nem véletlen az, hogy Jézus hosszú időt szentel az újravaló tanításukra, azért, hogy mondja nekik hosszasan, magyarázza az írásnak üzenetét. Ha eddig nem értettétek, akkor hát, ha most majd feldereng valami, ezekkel az érzésekkel tanítja őket, azért, hogy megmentse őket ebből a kábultságból, ebből a letargiából, ebből a szomorú helyzetből. És közben, miközben tanítja őket, egyszer csak már meg is érkeznek Emmausba. Jézus úgy tesz, mintha tovább akarna menni. De ez a két ember nagyon kedvesen unszolja őt, így olvastam, és azt mondják neki, olyan csodálatos ez a mondat, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Ilyen kedves szavakkal invitálják, ne menj tovább, az éjszakába ne indulj tovább, gyere be hozzánk, maradj nálunk. Kedves testvérek, valami megragadta őket Jézus különös alakjából. Egészen belopta magát a szívükbe, nem is tudják megmagyarázni, hogy mit éreztek, éreznek, csak érzik, hogy valahogy nem szabad elválni most ettől az embertől. Nem csak udvariasságból, nem csak a keleti vendégszokásból hívják színből,
hanem azt érzik, hogy jó volt ezzel az emberrel együtt lenni. Olyan jó volt, amilyet az ember ritkán érez. Olyan jó utitárs volt velük, olyan jó beszélgető társ volt velük, örömmel hallgatták az úton, és most elválni? Nem, úgy érzik, hogy nem szabad elválni. Milyen fantasztikus lenne egy olyan bibliaóra, egy olyan istentisztelet, amelyen nem gyarló földi szolgák, hanem maga az Úr magyarázná az írásokat, ahol ő maga hirdetné az igét. Gondoljuk végig, hogy milyen kiváltságban volt részük Kleopásnak és Simonnak, mert Jézus számukra magyarázta az írásnak az értelmét, számukra hirdette az Isten igéjét. Nem akartak tőle elszakadni, ez érthető. Valahogy magukhoz láncolta Jézust ez a különös érzés, és nem akartak tőle elszakadni. Ha elengedik, akkor bizonyára minden más lesz. Ha elengedik, akkor megmaradnak a szomorúságban, a nyomorúságban, az értetlenségben, akkor minden máshogy alakult volna. De hát Isten útjai, testvérek, kifürkészhetetlenek. Isten útjai különös mennyei elrendezést kapnak. Isten útjai a mi számunkra, a mi javunkra történnek, és ezért ők tudatlanul is, tudtukon kívül is Istent vendégelték meg az otthonukban. Milyen hatalmas dolog történik, nem csak egyszerűen egy embertárs, egy hozzájuk hasonló valaki, hanem a feltámadott Úr lesz a vendég. Ezért kell kedvesnek lenni mindenkivel, testvéreim, mert nem tudjuk, hogy mit mulasztunk el. Nem tudjuk, hogy amikor valakit le akarunk rázni magunkról, akkor vajon nem az Isten követétől, az Isten szolgájától, nem az Isten angyalától akarunk megszabadulni. Hát nagyon kedvesek, nagyon tapintatosak, nagyon figyelmesek, és tele van a szívük szeretettel a bánat ellenére, és ez elég ahhoz, hogy fordulat következzék be az életükben és a látásukban. Kedves testvérek, a keresztjén erényről, erről a keresztjén finomságról, tapintatról egy kiváló hódmezővásárhelyi lelkipásztor Szeremlei Samu a következőt írja: Isten és ember szeretet, szívtisztaság, béketűrés, irgalmasság, alázatosság, az igazság éhezése és szomjúzása, szomjúhozása, és az Istenben való rendületlen bizalom. Nos, ezek azok az erények, ezek azok a tulajdonságok, amelyek alapját képezik annak, hogy az ember Isten szerint éljen, hogy az ember egész életét Isten tiszteletben töltse. Isten és ember szeretet, szívtisztaság, béketűrés, irgalmasság, alázatosság, igazság éhezése, és az Istenben való rendületlen bizalom. Hát ezekben az emberekben, Kleopásban és az ő fiában, ezek tulajdonképpen megvoltak, ott volt bennük, és ez alapján változik meg a teljes életük, változik meg a hangulatuk, változik meg az a helyzet, amelybe kerültek. Tehát behívják ezt a kedves idegent. Elkészítik az estebédet, és hívják, hogy vacsorázzon velük. Miért is ne? Együtt vannak. És tudjátok, hogy milyen hatalmas dolog történik, a vendégből gazda lesz. Mert Jézus vette a kovásztalan kenyeret, megáldotta, megtörte és adta nekik, és ebben a pillanatban, amikor Jézus megáldotta, megtörte és adta a kenyeret, azonnal felismerték őt. Azonnal rájöttek, hogy ő Jézus. Ezért volt olyan nagyszerű vele lenni. Ezért nem akartak ők tőle semmiképpen megszabadulni, csak nem tudták, hogy kivel van dolguk. Hát nem hevült a szívünk, mondja
az egyik, hát nem hevült a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, úgy jártak, mint mi sokszor szoktunk járni, amikor valaki ismerőssel beszélgetünk, tudjuk, hogy ismerjük, csak nem tudjuk, hogy honnan. Olyan kellemetlen ez, így voltak ők, tudták, valahonnan ismerős ez az ember, de akkor esett le a szemükről a hájuk, amikor tulajdonképpen az úrvacsora mozzanata történik, a kenyér megáldása és megtörése, akkor világossá vált előttük, hogy Jézus az, de Jézus azonnal eltávozott közülük. Kedves testvéreim, hevült a szívünk. Nagyon érdekes ez a megfogalmazás. Hát nem hevült a szívünk az úton. Ugye, hogy milyen különös érzéssel hallgattuk, mondja az egyik a másiknak. És az itt használt szó a görög újszövetségben így is fordítható, hogy lángra lobbant a szívünk. A Jézussal való találkozás, a Jézussal való együttlét alkalmával egyszerűen felgyúlt valami a szívünkben. Lángra lobbant a szívünk, az unott, csügget, fáradt szív, a beteg szív, amely sebet kapott Jézus halálának a láttán, Jézus szenvedésének és kereszthalálának a tapasztalatában az a szív egyszer csak lángolni kezdett, egyszer csak élni kezdett. Ez történik a vele való találkozáskor, ez történik az Isten igéjével való éléskor, egyszer csak hevülni kezd a szívünk. Amikor eljövünk az Isten házába, vagy most ebben a helyzetben, amikor bekapcsoljuk a készülékeinket, és így tudjuk hallgatni az Isten tiszteletet, egyszer csak megmelegszik a mi szívünk. Igen, lángra lobbantja a szívet, az Isten lelke, megváltoztatja az érzésvilágunkat, életünket, látásunkat, szomorúságunkat örömre fordítja. Hát ez történt ezzel a két tanítvánnyal, az Emmausi tanítvánnyal. Ha valaki meghallja az én hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, mondja Jézus. Ha valaki meghallja az én hangomat, kinyitja az ajtót, és beenged, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázok. Szó szerint ez történt a tanítványokkal. A Jelenések könyvében mondja ezt a feltámadott Úr, a 3. fejezet 20. versében, hát ők beengedték az otthonukba, megnyitották a szívüket, az ajtajukat, bement hozzájuk és velük vacsorázott. Ez történt Kleopással és az ő fiával. Szomorú szív helyett lángoló, örömteli szívet kaptak. És mi történik, testvéreim? Még abban az órában, noha aznap már megtettek 12 kilométert Jeruzsálemből Emmausba, még abban az órában, ahogy ez az együttlét, ez a vacsora, ez a beszélgetés, a kenyértörés megtörtént, még abban az órában rohannak vissza Jeruzsálembe, újabb 12 kilométer, egy napon 24 kilométert gyalogszerrel tesznek meg, futnak vissza Jeruzsálembe a 11-hez, azért, hogy kölcsönösen elmeséljék egymásnak azt, amit láttak, amit tapasztaltak. Így is mondhatnám, hogy egymás hite által épültek. Visszamentek, ott találták nem csak a 11 tanítványt, hanem másokat is, többen is ott voltak együtt, és meghallgatták a tanítványoknak a beszámolóit, és ők is elmondták, hogy hogyan ismerték őt föl a kenyérnek a megtöréséről. Kedves testvérek, azzal fejezem be ige hirdetésemet, hogy Jézus nem csak azt mondja, hogy bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, aki hallja az én szómat és megnyitja az ajtaját, ez is csodálatos dolog, de ennél többet is mond. Így folytatja Jézus a maga ígéretét, aki ezt megteszi, és nyilvánvalóan Jézus arra gondol, hogy aki megnyitja az ajtót, és aki beengedi az embert, az Isten fiát az otthonába,
Azt csak hittel lehet megtenni. Arról az emberről beszél, akinek hatalmas a bizalma iránta, aki befogadja őt hittel. Nos, ennek az embernek ígéri nem csak azt, hogy bemegy és vele vacsorázik, hanem így folytatja, aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Nos, ez az ajándék nem csak az együttlét, a közös vacsora, a kenyér megtörése, hanem ez a hatalmas ajándék, és nem is kell, hogy vele személy szerint együtt legyünk, személyesen találkozzunk, hiszen ez lehetetlen, ül az Atyaisten jobbján, de ha hittel fogadjuk az ő igéjét, ha hittel fogadjuk őt magát, az Isten tiszteleten, az úrvacsora alkalmával, a hétköznapokban, ha meghalljuk az ő zörgetését, meghalljuk az ő szándékát, és megértjük azt, és beengedjük az életünkbe, akkor ez a hatalmas ígéret a miénk, nem csak Kleopásnak és az ő fiának hangzik, hanem mindnyájunknak. Újra említem Jézus ígéretét, aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Ezt a győzelmet, ezt a megújult szívet, ezt az új látást és új életet kívánom mindnyájunknak. Isten segítsen meg bennünket, hogy ezt megnyerjük. Amen. Jöjjetek, alázzuk meg magunkat Istenünk előtt, és imádkozzunk hozzá eképpen. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, szeretnénk neked megköszönni e mostani alkalommal, hogy egész eddigi életünkben velünk voltál. El kell, hogy mondjuk őszintén a tapasztalatunkat, hogy mi nem egyedül bolyongtunk ebben a világban, hanem te mindig mellettünk voltál. Mindig kellő időben érkeztél, soha nem késtél el, még ha mi azt gondoltuk is, hogy késve érkezel, hanem a te időd szerint mindig időben, mindig alkalmas időben jöttél azért, hogy bennünket megtámogass, megsegíts. Ennek az igazolása, hogy itt vagyunk, élünk és mozgunk, nem vesztünk el, és nem magunknak köszönhetjük ezt, hanem a te jövetelednek, annak, hogy te is ugyanúgy, mint ahogy ott a két tanítványnak az életében mellénk is szegődtél, hozzánk is jöttél, és mi is átélhettük ugyanezt. Nem személy szerint, hanem hatalmas lelked által, mert lelked által végzed el ebben a világban, a mi szívünkben is, a mi életünkben is azt a hatalmas fordulatot, amely megtörtént a tanítványoknak az életében is. Urunk, köszönjük, hogy sokszor mi egyedül akartunk menni, vagy lehet, hogy nem is gondoltunk arra, hogy van isteni segítség, le is mondtunk arról, és anélkül is, hogy mi hívtunk volna téged, te jöttél és megsegítettél. Áldott légy ezért, Urunk. Urunk, szeretnénk tovább lépni a magunk útján, hiszen tart még a kegyelmi idő, nem zártad le a mi életünknek a folyását, akkor sem, hogyha nagyon sokan idősek, betegek közöttünk, de a te éltető kegyelmedet kapjuk. Urunk, arra szeretnénk kérni, hogy ahogy a múltban, ahogy eddig, légy velünk most is, a jelenben, ebben a szomorú helyzetben, amelyben él ez a világ, és amelyben élünk mi is. Félelmekkel, aggodalmakkal, szorongással, bajjal és betegséggel, légy velünk. Ha te nem jössz velünk, Urunk, akkor lehetetlen a továbbhaladás. Akkor lehetetlen az élet útján, az élet zarándok útján tovább menetelni. Akkor elesünk, elfáradunk, meglankadunk. Kérünk téged, hogy jöjj velünk tovább. Köszönjük, Urunk, hogy anélkül is hihetünk benned, hogy téged szemeinkkel láttunk volna itt a földön.
vagy hogy kezeinkkel tapinthattuk volna a te megsebzett testedet. Hihetünk benned, bizakodhatunk benned, és ez nem a mi munkánk, ez a te ajándékod, a hitnek a drága ajándékát adod, azért, hogy ne csüggedjünk. Urunk, azokkal az erényekkel vértesz föl bennünket, amelyről hallottunk, amely Istennek szeretete, tisztelete, felebarát megbecsülése, a szívnek a jósága, alázatosság, az igazságnak a szomjúhozása és a benned való töretlen bizalom. Erősíts meg bennünket, Urunk, ebben, hogy így élhessük az életünket. Köszönjük azt a hatalmas ígéretet, amelyet adsz nekünk, arra vonatkozóan, hogy aki kitárja a szívét, azt megajándékozod, és arra nézve is, hogy nem ér véget a mi életünk itt a földi tereken, a halállal, hanem hatalmas jövőt adsz nekünk, te, mint aki föltámadtál a halálból, aki legyőzted az ős ellenséget, adod nekünk ezt a csodálatos ígéretet. Te győztél, és mi is győzhetünk. És az Atya jobbjára ültetsz bennünket a dicsőségnek a helyébe, oda, ahová magad is ültél. Urunk, köszönjük ezt az ígéretet, köszönjük ennek az erejét és vigasztalását. Hatalmas erőforrás ez szenvedőknek, betegeknek, gyászolóknak. Urunk, kérünk, hogy légy velünk ígéretet szerint minden napon a világ végezetéig. Kérünk, hogy hallgasd meg a mi imádságunkat, és áld meg a mi életünket. Amen. Együtt mondjuk el a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül az 511. dicséretet énekeljük, ennek az éneknek mind az öt versét. Az 511. dicséretünket énekeljük tehát, ez az énekünk így kezdődik, maradj velem, mert mindjárt este van. Maradj velem, mert mindjárt este van, nő a sötét, ó, el ne hagyj, Uram, nincs senki, és a vigaszt nem lelem, fakul, csak változást és romlást lát a szem, változhatatlanul maradj velem. Minden múló perc hozzád visz közel, kegyelmed űzi kísértőmet el. Nincs más vezérem, nincs más mesterem, fényben, borúban, ó, maradj velem. Ellenség ellen áldásod fedez, ó, könny nem sós, a kór is könnyű lesz, sír, hol áll fúlánk, hol a győzelem, győztes leszek, csak légy, Uram, velem.
szemembe vist keresztedet, ködöt foszlatva láttas szenteget, föld árnya fut, menny fénye megjelen, halálban is teli, Uram, velem. Istennek népe, szent gyülekezet, fogadjátok az áldást. Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket ami Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. Épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Amen. Kedves testvérek, végül hadd hívjam föl a testvéreknek a figyelmét egy nagyon fontos ügyre. A Székely Nemzeti Tanács aláírásgyűjtést kezdeményezett a Székely autonómia ügyében, és 1 millió aláírást kell összegyűjteni ahhoz, hogy a brüsszeli parlament egyáltalán foglalkozzék ezzel az üggyel, a Székely autonómia ügyével. Elkezdték az aláírásgyűjtést nyomtatványokon, de ez a járvány, amely közben kitört, megakadályozta azt, hogy így módon folytatódhassék az aláírásgyűjtés. Ezért digitális módon, elektronikus módon lehet aláírni ezeket az íveket. Írdalá.hu címen találják meg a testvérek azt a nyomtatványt, azt az iratot, amelyet alá kell írni és visszaküldeni azért, hogy ez az ügy ne vesszen el. Kérem a testvéreket, hogy aki ezt meg tudja cselekedni, az tegye meg. Úgy tudom, olyan információim vannak, hogy körülbelül az aláírásoknak a fele van meg, vagy még lehet, hogy a fele sem, és különben egyetlen 7 áll rendelkezésre tudomásunk szerint, hogy ezt bemutassák, hogy ezt begyűjtsék, úgyhogy kérem a testvéreket, hogy legyenek szívesebben nem a székelységnek, hanem saját magunknak, a saját magunk magyar ügye számára cselekedni. Köszönöm szépen figyelmüket, Isten áldása legyen mindnyájukon, ami Istenünk legyen, gyülekezetünk őriző pásztora. Áldás, békesség, viszontlátásra!